Elérkeztünk kilencedik befejező gyakorlatunkhoz. Ez egy komoly gyógyító pszichológiai gyakorlat, amely megkönnyíti, hogy tágabb áttekintést nyerjen az életről és annak végső kimeneteléről. A cél nem halála főpróbája, hanem egy olyan élet áttekintés ösztönzése, mely fontos, még mindig elérhető célokra mutathat rá. Ez a gyakorlat segíthet elpusztítani magában a régi viselkedés mintákat, hiedelmeket és személyiségjegyeket, és új hitet, az életre reagálás új módját szülheti. Ez a gyakorlat nem csak életveszélyes betegségek esetében, hanem más pszichoterápiás környezetben is hasznos. Még ha nincs is rákja, javaslom, vegyen részt egy ilyen gyakorlatban. Ez a gyakorlat segíteni fog önnek tisztázni, vajon hite szerint a visszaesés egyenértékű-e halállal? Vajon van-e pontos képe arról, hogyan fog meghalni? Mit gondol, hogyan reagálna halálára a családja és közeli barátai? És mit gondol, mi történik tudatával, amikor meghal? A gyakorlat elvégzése után próbálja meg átfordítani a szavakat az ön meggyőződés rendszerébe. Tehát, ha felkészült, akkor kezdődjék a gyakorlat. Helyezkedjen el egy kényelmes széken, egy csendes szobában, és kezdje el a gyakorlatot az alaprelaxációs gyakorlattal, hogy még jobban ellazuljon. Úgy érzi, ellazult, akkor képzelje maga elé orvosát, amint éppen közli önnel, hogy visszatért a rákja. Ha nincs rákja, képzelje, hogy azt mondják önnek, hogy haldoklik. Élje át azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyek e hír hallatára megfogalmazzanak önben. Hová megy? Kivel beszél? Mit mond? Engedjen magának időt a jelenet részletes elképzelésére. Most, hogy
ezt az eseményt elképzelte, lássa magát, amint elindul a halálba. Élje át, akármilyen testi hanyatlás is következik be, a halál folyamatának minden kis részletét vizsgálja meg alaposan. Legyen tudatában annak, mit is veszít el a halállal. Hagyjon magának néhány percet ezeknek az érzéseknek az átélésére, és fedezze fel őket részleteikben. Most képzelje el az embereket halálos ágya körül. Képzelje el, hogyan reagálnának az ön elvesztésére. Mit mondanak és mit éreznek? Hagyjon magának bőven időt arra, hogy megnézze, mi is történik. Képzelje el halála pillanatát. Ezután vegyen részt saját temetésén, vagy halotti Isten tiszteletén. Nézzen csak körül, kik vannak ott. Mit mondanak? Mit éreznek az emberek? Ismét hagyjon magának bőven időt. Ezekután most lássa halottan magát. Mi történik tudatával? Engedje, hogy tudata oda menjen, ahová hite szerint halála után mennie kell. Maradjon ott csendben néhány percig, és élje át. Thank you.
most pedig engedje, hogy tudata kilépjen a világ mindenségbe, míg azt a jelenlétet nem érzi, ami hite szerint az univerzum forrása. Miközben a jelenlétet élvezi, részletesen tekintse át életét. Hagyjon időt magának erre. Mit tett, amivel elégedett? Mit csinált volna másként? Milyen neheztelései voltak, és milyenek élnek még mindig önben? Mindenképpen próbálja meg áttekinteni életét, és feltenni magának ezeket a kérdéseket, akármit is gondol arról, hogy mi történik halála után a tudatával. Testben térjen vissza a földre, és új élettervet szőjön. Ugyanazokat a szülőket választaná? Milyen tulajdonságai lennének szüleinek? Lennének-e fiú és lány testvérei? A saját testvéreit választaná? Mi lenne élete főműve? Minek az elvégzése lényegbe vágó új életében? Mi lesz az ön számára fontos ebben az új életben? Most alaposan gondolja át ezeket az új kilátásokat.
értékelje, hogy a halál és az újjászületés folyamata állandó az életében. Mindahányszor megváltoztatja elképzeléseit és érzéseit, halál és újjászületés folyamatán megy keresztül. Most, hogy gondolatban átélte a halált és az újjászületést, próbálja meg tudatosítani ezt a folyamatot életében. És most lassan, nyugodtan jöjjön vissza a jelenbe, és egészen ébredjen fel. Nyissa ki a szemét, és rendezze a gondolatait. Maradjon még egy pár percig ülve.